Köszöntöm a megyei tükör nézőit. A csapadékos tavasz után itt a nyár, ami főleg az idegenforgalom szempontjából fontos térségünk számára. Már tavaly is az országos átlag felett teljesített vendégészakák számát tekintve megyénk, ezért a várakozás érthető. Várjuk a vendégeket, de hogyan? Együttműködési keretmegállapodást írtak alá a Tisztató, a Tisza-tó projekt keretében Kiskörén. A szerződés értelmében a felek mindent megtesznek a környezet megóvása a szelektív hulladékgyűjtés érdekében. Kiemelt figyelmet kap a Tisza-tó hulladék mentesítése, illetve a környezettudatos szemléletformálás hangzott el ma Kiskörén. A zárhullámokkal 65 ezer négyzetkilométernyi vízgyűjtő területről érkezik évente több száz tonna szemét a víztározóba. Emellett a kirándulók, sportolók és a horgászok is több esetben a vízparton hagyják a hulladékot. A vízen úszó szemét összegyűjtése kiemelt feladatnak számít. Úszállyal vonulunk föl a vízlépcső felvízi oldalán, és az ott megrekedt, gyakran több futballpályányi területű uszadékot vegyes hulladékkal, kommunális hulladékkal keveredve kiszedjük. Az így összegyűjtött hulladékot a téli kikötőbe szállítják, ahol kézi erővel válogatják szét egyebek között a palackokat, nejlonzacskókat és az uszadékfát. A hasznosítható szemetet újra feldolgozzák, a fát pedig vagy rászorulók kapják, vagy kedvezményes áron megvásárolható. A vízpartok tisztán tartásában a Tiszatavi Sporthorgász Kft. Munkatársai is részt vesznek. Az idén bevezetjük azt, hogy úgynevezett sárga zsákokat lehet vásárolni a jól ismert horgászboltokba. Ezek 500 forintba kerülnek, ha valaki ezt használja, akkor ezt a szemetet el fogjuk szállítani. Emellett ettől az évtől abban az esetben, ha valaki szemetes horgászhelyen horgászik, vagy hátrahagyja maga után a hulladékot, a területi engedélyét is elveszítheti. A Tiszatavi Sporthorgász Kft. Halőrei a rendőrséggel közösen vigyáznak a horgászrend betartására. A Tisza egyéb területeihez, itt igazából a Tisza folyóra gondolok, itt szinte elenyésző az elkövetett jogsértés. Éppen most vontunk éves mérleget, és a közös ellenőrzéseink kapcsán egyértelmű számadattal tudjuk bizonyítani, hogy minden ötödik horgász, tehát minden ötödik horgász, aki leült a vízpartra, ellenőrzés alá került. A tó Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja, ezért sem mindegy, hogy milyen környezet fogadja az ide látogatókat, mondta Kovács Sándor. Több mint 30 szelektív hulladékgyűjtő pontot fogunk megvalósítani a Tisza-tó környékén, ezek a strandokon, a kikötőkben lesz, és igazából aki ide jön, annak a szemléletét is fogjuk kicsit változtatni. Hogyha egy nagyon szép természeti környezetbe jön, akkor hogy is kell itt a hulladékot kezelni. Az együttműködéstől a szakemberek a turizmus élénkülését és a környezet élhetőbbé válását remélik. Körbe kerekezték. Településvezetők, megyei döntéshozók pattantak nyerekbe, hogy Abátszalóktól Tiszafüredig kis hián teljes kört tegyenek a Tiszató körül. Az immár harmadik éve megrendezett próbatétel idén 4 megyét érintett. Idén Abátszalóktól startolt a VIP biciklitúra. Csodálatos idő, kerékpározás az egyik legjobb idő van. Süt a nap, jó a társaság, jó a hangulat. Ez minden évben, amikor körbe kerékpározzuk a Tiszatavat, nagy hangulat, egy kicsit szezonnyitó, egy kicsi felhívás, és azt látom, hogy minden évben egyre többen jönnek távolabbi vidékről is ide kerékpározni a Tiszatóhoz. Mi hangulatot akarunk csinálni, reklámot, és igazából mi is jól fogjuk érezni magunkat. Ha jól tudom, jól teljesített a megye és a Tiszató az idegenforgalmat, illetően tavaly az országos átlag fölött voltunk. Mire számítanak az idei szezonban? Vannak-e már előfoglalások? Én azt gondolom, hogy több oka is van, talán lehet, hogy kicsit mélyebbről indultunk a lehetőségeinkhez képest, és ezért nagyobb a tempó, a felzárkózási tempó, de azt gondolom, hogy idén is jóval meg fogjuk előzni az országos átlagot. Az ország idegenforgalma is egyre jobban teljesít, de ennél a megye szerintem jobb lesz. Lesz egy olyan jó néhány évünk, ez a felzárkózás időszaka, ahol minden évben szerintem felül fogjuk teljesíteni az országos átlagot. Egyre többen fedezik fel a Tiszatavat, egyre többen fedezik fel Jászlajkun-Szolnok megyét, és nekünk nem másokkal kell versengeni, nekünk nem egy második Balatonnak kell lenni, hanem meg kell mutatni, hogy a gyógyfürdőinket, meg kell mutatni a Tiszatavat, a Tiszát, a gasztronómiát, a szokásokat, és szerintem ebbe tudunk kiemelkedőt nyújtani. Tavaly előtt az eső, tavaly a rekkenő hőség, ezúttal viszont
viszont a szél tette próbára a nyeregbeszállókat, akiket a partmenti településeken már vártak a házigazdák. Nagyon örülünk neki, hogy mi vagyunk most a kezdő helyszíne ennek a programnak, és most tehát minden, mint minden évben egy picit újabb oldalunkról szeretnénk bemutatkozni. Most ide a víz oldalra hoztuk ki egyébként a kis falunkat, az alföldi stilizált falunkat, amelynek az egyik csárda adja most a több nagyon exkluzív helye is van a vászalóknak egyébként az éttermeink közül, és most az egyik szponzorálja a mai reggelinket. Illetve van két nevezetességünk, múzeumunk, egy baba múzeum, népviseletbe öltöztetett babák múzeum, amely országos, de Európa hírű is, és élő babákkal, tehát gyerekeket felöltöztettünk népviseletbe, és őket is kihoztuk ide a vízpartjára, illetve a csipkeverők házából hoztunk ki csipkeverő asszonyt is, és ez elég jó kontrasztot tud mutatni a Tisztató vize mellett, a népviseletbe öltöztetett gyerekek, babák, és hát a kerékpárosok. Tehát minden megfér a modern, a régi idők momentumaival is. Tegyük hozzá, Abátszaló készül a szezonra, gyönyörűen el van gerebjézve, meg van terítve a strand homokkal. Így igaz, készülünk gőzerővel a nyári szezonra. Bízunk benne, hogy hasonlóan az előző évekhez jó időnk lesz. Nyitott kapukkal, portákkal várjuk az ideérkező látogatókat. Készülünk a strandon. Wi-Fi rendszert építünk ki most a strand területére, mert még a korábbi esztendőben ilyen nem volt. És minden a legnagyobb rendben megy ahhoz, hogy várjuk a nagyon sok vendéget hozzánk. Fantasztikus a Tiszató, egy nagyon magával ragadó természeti környezetet kínál nekünk is. Ezáltal mindenkit csak biztatni tudok arra, hogy érdemes eljönni, ki kell próbálni, ha nem is kerékpározni, de néhány napot nagyon aktívan el lehet itt tölteni. És én azt hiszem, hogy ennek alapján bizton kijelenthetjük, hogy a Tiszató az elmúlt időszakban magára megtalálta azt az egyediséget, amivel igazán kuriózum tud lenni Magyarország turisztikai palettáján. Azt hiszem, hogy a 21. század minden márkaépítésnél az egyik legfontosabb, hogy miben tud egyedi, miben tud különleges lenni. Most így van ez a turisztikában is szerintem, véleményem szerint, és a Tiszató megtalálta elsősorban az ökoturizmusra építve, de ez számos kiegészülő projekttel, tekintve a fürdőturizmus, vagy akár a gasztroturizmus jegyében. És ezek azok a különlegességek, amiben nekünk nem mást kell másolni, nem az ország egyéb turisztikai látványosságaihoz kell hasonlóvá válni, hanem nekünk itt kell megtalálni azt az egyediséget, amivel kuriózumot tudunk adni akár a belföldi, akár a külföldi turistáknak, és én ezen belül az érintett megyék közül Jászlóskun-Szolnok megyére különösen büszke vagyok, mert ahogy tudja, segíti ezt az egyediséget és ezt a megjelenést minden szakportálon és minden szakmegjelenésben. Rendkívül pozitív benyomásokról tudok beszámolni. Azt gondolom, hogy a sport az egészségmegőrzés egyik legfontosabb eszköze, és azt gondolom, hogy a Tiszató és a Tiszató körüli kerékpártúra ez rendkívüli módon alkalmas erre, hiszen szép időnk van, gyönyörűen süt a nap, rendkívül szép a táj, gyönyörű a víz, és azt gondolom, hogy nagyon jó a társaság is, tehát mindenképpen csak pozitívumokat tudok kiemelni. Már a járság kicsit messze van, de gondolom ezek után azért csábítóvá válik a megye ezen része is. A megye turisztikai stratégiáját, illetően milyen helyet foglal el ez a rész? Azt gondolom, hogy a megye turizmusa három területre tendál, mindenképpen a Tiszató a három kiemelt terület egyike. Fejlesztésre érett a terület, további fejlesztésre, nagyon nagy potenciál van a területben. Bízom benne, hogy a következő 7 éves uniós ciklusban, azaz 2020-ig sikerül ebben pozitív előrelépést elérni közösen. Az átlagosan 10 kilométerenként beiktatott megállók a kevésbé gyakorlott kerekezőknek kedveztek. A Tiszató szinte minden arcát láthatták a próba résztvevői, akik között több településvezető is volt. Beregfürdő első embere szerint a térség értékei csak összefogással aknázhatók ki. Beregfürdő polgármester az egyik legaktívabb tagja a mezőnynek, mindig elő van. A Tiszatavat ön is megkerüli, Beregfürdő pedig fekvéséből adódóan igenis kapcsolatot ápol a Tiszatóval, hiszen ha úgy nézzük, akkor a kapuja. Mi a véleménye magáról a túráról? Ez a túra nagyon jó, és gyönyörű időnk van hozzá ráadásul. Valóban így van, én a Tiszatavat nagyon szeretem. Beregfürdő ide viszonylag közel van, körülbelül 40 kilométer, és látszólag egészen más
más lenne az a közönség, akit vonz Berekfürdő maga gyógyvizével és a Tiszató az aktív turizmusával. Valójában ez inkább kiegészíti egymást. Erre mi is nagyon törekszünk Berekfürdőn. Hozzánk jövő vendégeknek mindig ajánljuk, hogy először is nyilván jöjjenek hozzánk, aludjanak nálunk, fürdjenek nálunk, de nem lehet mindig a vízben áztatni magát az embernek. Menjenek el, nézzenek körbe. Legelsőnek a Tiszató. Tiszatónál a tényleg maga a tavon való vízitúrázás, vagy amit most mit csinálunk, teljesen körbe lehet kerékpározni, remek a gáton biciklizni, vagy ha valaki szeretné megismerni az ökocentrum, itt van a háttérben, az ökocentrumon keresztül bemutatja a Tiszató és a Tisza élővilágát tényleg a nullától, nulla vízszintől a teljes több méter mélységig. Ezek mind olyan lehetőségek, amiket együtt érdemes kihasználni. Vagy pedig, hogyha valaki a Tiszatónál van, akkor nyilván nagyon szeretnénk, hogyha eljönne hozzánk Berekfürdőre, és kicsit hűvösebb időben, vagy akkor már a cunyogokból nagyon elege van, akkor a meleg vízben kiáztatná magát. Bár Berekfürdő környékén is lehet jókat biciklizni, ott a Hortobágyi Nemzeti Park közelsége, nem kimondtan a Hortobágy, amit mindenki ismer, a Hortobágy település, de a Nemzeti Park körülbelül 3 kilométerre kezdődik Berekfürdő határától, nagyon gazdag állatmadárvilággal, különleges a gyurgyalak például, vagy tavasszal ősszel a daruvonulás. Egész évben van mit nézni, látni, és a kettőnek az összekapcsolódása, én azt nagyon fontosnak tartom. A kerékpár túra útvonala először érintette Borsod megyét. Tiszavalkon például a helyi tájházban fogadták a csapatot, melynek tagjai a korabeli tűzoltó szivattyút is kipróbálhatták. A Tiszató északi csücskét elhagyva a folyón komppal keltek át a kerékpárosok, hogy Tiszafüred felé vegyék az irányt. A napi táv megtétele összesen mintegy 9 órát vett igénybe. 80 km, elnök úr, Karcagról jár be a hivatalba Szolnoka, ez, ha jól tudom, több, mint a Szolnok-Karcag távolság két keréken. Így van, nagyon jó volt, ha kerékpárra kellene Szolnokra beérni, akkor valószínűleg munkaidő végére érnék be, de nagyon jó volt ez a kerékpártúra, hiszen minden településen, aki a Tiszató partján van, és most a borsodi településeket is bevettük, találkoztunk, összefogtunk, megbeszéltük a következő terveket. Én azt gondolom, hogy mindenképpen hasznos volt. Sportteljesítménynek is jó volt, hiszen kellemesen elfáradtunk, de ennél sokkal több volt, hiszen felhívtuk a figyelmet a Tiszatóra, azokkal a településvezetőkkel tudtunk beszélni, megbeszélni a problémákat, akikkel együtt kell dolgoznunk. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ez a mai nap elérte a célját, és hát egy szép sportteljesítmény volt. Most hallottam, hogy 500 méter hiány volt a 80 kilométer, úgyhogy valószínűleg én még megyek egy kört, hogy a 500 métert plusz behozzam. Együttműködési megállapodást írt alá három ország 10 tiszamenti megyéje. A közös munka érinti majd az árvízvédekezést, a közlekedési útvonalak fejlesztését, a turizmust és a szőke folyómenti települések gazdasági felzárkóztatását. Árvizek, aszályos időszakok és ciánszennyezés is sújtotta már a Tiszát. Mindemellett a folyó ökológiai, gazdasági és turisztikai lehetőségeket is rejt magában. Jász-Nagykun-Szolnok megyei kezdeményezéssel három ország 10 megyéje írt ma alá együttműködési megállapodást azért, hogy vízügyi szempontból kordában tartsa a Szőke folyót, gazdasági szempontból pedig kiaknázza lehetőségeit. Ebben az együttműködésben sok lehetőség van, nem csak árvízvédelmi, hanem gazdaságfejlesztési, turizmusfejlesztési, munkahelyteremtési, tőkevonzási, infrastruktúra fejlesztési. A területi önkormányzatok határon túli összefogásának legnagyobb előnye az együttműködésből fakad, mondta Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Ha baj van, ha árvíz van, ha szennyezés van, mi tudunk egymásra számítani, és együtt is fogunk működni, hiszen nem csak a természetvédelembe, nem csak a vízügyi, árvízi dolgokba, hanem a gazdasági feladatokba is együtt fogunk működni a következő időszakban. Én azt gondolom, ennek a régiónak akkor van esélye felzárkózni, és kapcsolódni a fejlettebb nyugat-európai régiókhoz, hogyha együtt működünk.
Csongrád megyében is a ma aláírt megállapodást megelőzően már elkezdődtek olyan fejlesztések, melyek a Tiszát érintik. Mindez alapot adhat a közös munkára is, mondta Kakas Béla megyei közgyűlési elnök. 2015-ben adtuk át a Európai Uniós fejlesztési háttérrel a személyi forgalmi kikötőnket, illetve a teherforgalmi kikötőt is, ami most már egy vízi vámkezelés és egy vízi beléptetésre ad lehetőséget, és első lépés arra, hogy nemzetközi vízi után minősítsük a Tiszát. Az elmúlt években felgyorsultak hazánkban a Tiszavölgy egészét érintő árvízvédekezési munkálatok. Ezt már dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár mondta. Az árvízi biztonság növelésekor szükség van az árvízi víztározás megteremtésére, a gátrendszer megerősítésére és a vízgyűjtő területek rendbetételére. Ezek együtt egy méter vízszintcsúcs csökkenést is eredményezhetnek. A megépült ugye több tározó, így a Cigándi, Tiszalofi, Hanyi Tiszasüllyi, Nagykunsági, Beregi árapasztó is árvíztározó, több helyütt megerősítésre kerültek a védvonalak, most pedig a hullámtér rendezése, azaz a nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása kerül sor a Tisza mentén. A Duna régió stratégia már évek óta jól működik. A Tisza stratégia is hasonló lehetőségeket rejt, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezető tanácsadója. A régió stratégia nem csak a vízgazdálkodás előbb említett elemeit gondozza, hanem kitér végül is más vízzel kapcsolatos egyéb fejlesztendő területekre is, úgy mint az infrastruktúrák fejlesztésére. Ide kell érteni a közlekedést és az energiát, a turizmus fejlesztésére, a biodiverzitás védelmére, az intézményi hátterek és intézményrendszerek fejlesztésére, valamint a térségbiztonság politikájára. A közös munka kereteit meghatározó megállapodás aláírását követően az érintett térségek anyagi, pályázati és egyéb lehetőségeikhez mérten kezdik el a közös munkát. Idén is három megye fiataljai vetélkedtek, ezúttal Cserkeszőlőn. A Challenge ifjúsági sportviadala mozgás élménye mellett most is a kapcsolatépítés jegyében telt. Jól lehet, a külhoni kapcsolatok ápolása nem tartozik a kötelező feladatok közé. Idén is Challenge ifjúsági sportrendezvény 15. alkalommal rendezik meg. Idén Kovászna jött Zom helyett. Mi ennek az oka? Az az oka ennek, hogy a francia megye sajnos most először nem tud részt venni, ugyanis a francia közigazgatási változások miatt nem volt módjuk és lehetőségük jönni, és hát nem szerettük volna, hogyha három partner kettőre csökken, ezért igyekeztünk pótolni a hiányzó franciákat, és hát a magyar-magyar kapcsolatok, a határon túli magyarsággal való kapcsolatápolása jegyében választottuk Kovászna megyét, mint testvérmegyét, hogy akkor ők vehessenek részt, hiszen ők még ilyen jellegű, ilyen típusú programban nem voltak itt. Négy sportágban mérik össze, futás, streetball, stb. A tudásukat a gyerekek. Mennyire kell komolyan venni ezt a versenyt, mennyire a sport és mennyire a közösségépítésre helyezik a hangsúlyt? Én azt gondolom, hogy minden gyerek, aki sportolni jön, amikor vagy a sportpályára, vagy attól függ, hogy miben játszik, arra a területre lép, akkor nyilván ő teljes győzelme tudatában szeretne ugye ott bármit tenni, de ezzel együtt is én azt gondolom, hogy az a legfontosabb része ennek a programnak, hogy együtt vannak a gyerekek. Tehát nem a győzni akarás mellett, nem az a véres győzelem itt a lényeg, hanem az, hogy valóban ennek a programnak a keretében együtt legyenek, megismerkedjenek egymás kultúráját, szokásait. Tehát elsősorban valóban igen, a közösségi része az, ami fontosabb. Beszélgettünk róla, és ön is említett, hogy 15. alkalommal rendezik, mert több generáció, hogyha generációnak lehet nevezni, de gyermekcsoport már biztos, hogy találkozott egymással, és hogy a közösségépítés a fontos, milyen visszajelzések van, mennyire tartós kapcsolatok alakulnak ki. Én azt gondolom, hogy az egy jó példa lehet, hogy ha azt említem, hogy amikor ez a sportprogram még annó elkezdődött, az angol kollégák, ezzel nem árulok el titkot, jelezték, hogy hát nem volt olyan nagyon könnyű gyereket találni, és még ez a francia részről is ez megjelent. Ez egy-két évig tartott mindössze, és mihelyt egyszer-kétszer voltak nálunk, onnantól kezdve már túljelentkezés volt, tehát a gyerekek már nagy örömmel jöttek, tudták, hogy mi ez, átadták egymásnak. Valóban úgy több generáció, hogy mindig ilyen 14-15 éves korosztály vesz részt. Tehát egy-egy alkalommal tudnak csak ők ebbe bekapcsolódni, mert utána ugye mindig a következőknek kell átadni a helyet, és valóban nagyon örülnek, hogy itt lehetnek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy legjobb visszajelzés, hogy
emlegetik sokszor az edzők, akik esetleg néha ugyanazok lehetnek, ők is elmondják, hogy amikor hazamennek, akkor iskolákba is tartanak élménybeszámolót, ottani médiában is megjelenik ennek a visszhangja, tehát mindig nagy örömmel vannak itt, és nagyon jó a visszajelzés is. Hát említette, hogy 15 év első pár évében nehezen találtak gyerekeket, viszont most mi, és ugye nagyon megváltozott ez a tendencia, most mi alapján dől el, hogy ki jöhet és ki nem jöhet? Mindenhol, legalábbis a partner megyéknél is úgy zajlik, hogy van egy ilyen előválogatás. Tehát ez sosem a rendező, a szervező megyének adott esetben most nekünk a úgymond előírás, hogy kik jöhetnek, kik nem, hanem akik érkeznek hozzánk, az ő otthoni saját döntésük, hogy mi alapján válogatják ki a gyerekeket. Általában megyei szinten vannak náluk is ilyen válogatók, nálunk például a diákolimpiai elhelyezés vagy a helyezések azok, amik meghatározóak, és náluk is hasonló ilyen több fordulóban vagy az ő saját kiválasztásos rendszerük alapján kerülnek ide a gyerekek. Hogyha visszagondol 15 évvel ezelőttre, 2001-ben, akkor miben változott, miben lett más ez a rendezvény? De ugye a nagy irányvonalakra vagyok elsősorban kíváncsi. Hát a sportágak köre, ami ugye kicsit mindig változik, de hogyha nem is erre gondolunk csak kifejezetten a sportágra, én azt gondolom, hogy annyira... Tényleg szoros és egyre közelebbi ez a kapcsolat, hogy a gyerekeknek a viselkedésén is talán látszik, hogy ha nem is mindig ugyanazokkal találkoznak, amiről az előbb beszéltem, de úgy jönnek már ide, mint egy kedves közösségbe. Tehát egy olyan csapat szellem alakult ki, én azt gondolom, hogy ahol mikor örömmel itt vannak, szívesen veszik fel a kapcsolatot. Nem annyira félénkek már talán. Tehát az elején kicsit úgy jobban minden nemzet úgy elhúzódott, hamarabb feloldódnak, tudják, hogy mire jönnek, hiszen előtte ugye programoktól kezdve minden előkészítés már ugye megtörténik náluk is, tehát várják, tudják, hogy mi az, amit vár rájuk. Tehát én azt gondolom, hogy közelednek, és egyre többet talán tudnak egymásról. Emlegetnek már például magyar étterekkel, tehát tudják, hogy mi az, jó, nyilván a gulyás, ugye az világszerte ugye egy ilyen ételfajta, de egy kicsit lehet érezni rajtuk, hogy több ismerettel is rendelkeznek az országról vagy a megyéről, tehát jobban tudják, hogy hova jönnek.